Fejlesztések Újfehértón, bővítik a csatorna hálózatot és új futballpályát építenek. Ipar 4.0, a digitalizáció előnyeit mutatták meg vállalkozásoknak Nyíregyházán. Hagyományok útján elszármazottak találkozóját tartották a hétvégén Nagykállóban. Még az esős őszi időszak előtt szeretnék bővíteni a csapadék elvezető rendszert Újfehértón, három pályázaton több területen is épül a hálózat a városban. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Még ősszel átadják az új honvédelmi sportközpontot is Újfehértón, annak érdekében, hogy a fiatalok biztonságosan tudják megközelíteni a létesítményt, kerékpárutat is építenek. Novemberben elkezdődhet a modern futballpálya építése is Újfehértón. A látvány érdekében már látszik, hogy hogy fog kinézni az új futballpálya Újfehértón. Fedett lelátó is épül, ugyanis nagy igény van a településen a minőségi sportprogramokra. Hosszú József polgármester 35 perc című műsorunkban azt mondta, novemberben elkezdődhet a kivitelezés. A látványtervek megvannak, hát a kivitelező elmondása alapján körülbelül egy év az építkezés ideje, ugye az időjárástól is függ, elég mélyen fekvő területen van ez a városban, bízunk benne, hogy nem lesz semmi fennakadás, és akkor jövő ősszel, kora ősszel átadható lesz az létesítmény. Folyamatosan bővítik a csapadékvízelvezető rendszert is a településen, ahol sok gondot okoz a belvíz. Három pályázatot is nyert az önkormányzat a hálózat bővítésére. A három ütemből kettő hamarosan befejeződik, így a csapadékosabb időjárás idején már érzékelhetik a városlakók a javuló körülményeket. Három nyertes pályázata van már az önkormányzatnak csapadékvíz témakörben. Ezek összesen több mint 1 milliárd forint értékűek. Úgy gondolom, ez nagyon jelentős összeg, hisz nem sok település büszkélkedett azzal, hogy ekkor összeget kapott csapadékvíz elvezetés problémák megoldására, de úgy gondolom, és biztos is vagyok benne, hogy ez nagyon jó helyre került, hisz Újfehértónak rengeteg olyan része van, ahol egy nagyobb eső komoly problémákat okoz. Az első ütemben megvalósul a Farkasnyári utca és a Tokaji utca egy jelentős részének a problémái. Itt a kivitelezés során, ami most pont holnap lesz a műszaki átadás átvétel ennek első két ütemnek, itt ugye többször volt olyan eső, ami igazán tesztelhette a rendszer működését, és bizton állíthatom, hogy jól fog működni a rendszer. Elkezdődött és már lassan be is fejeződik a második üteme is, ami a Tokaji utcának egy jelentős szakaszát érinti, illetve megnyertünk egy ugye a harmadik pályázatot, ami pedig a Májváskertnek a város legmélyebben fekvő részének jelentős részét, a Debreceni, Balkányi, Görgei és Munkás utcának a csapadékvízelvezetési gondjait igyekszik megoldani. Az ősszel készül el a honvédelmi sportközpont is a településen, amely a várost Hajdúdologgal összekötő út mellett épül fel. Arra is gondoltak, hogy a fiatalok biztonságosan tudják megközelíteni a létesítményt, ezért kerékpárutat építenek. Tervénk között szerepel az út mellett futó kerékpárút felújítása, illetve egy kerékpárút építése a temetőtől ki a honvédelmi sportközpontig, hisz a fiataloknak biztosítanunk kell azt, hogy biztonságos körülmények között jussanak ki a honvédelmi sportközpontba, illetve ennek a Kossuth utcának még nagyon nagy problémája szintén a csapadékvízelvezetés, úgyhogy amint most megnyílnak a topos pályázatokat, amelyeket már gondolom minden polgármester kollega nagyon vár, erre is fogunk pályázni, hogy ennek az útszakasznak a csapadékvízelvezetését is megoldjuk. Kormányzati forrásokból még ezen az őszön 8 városi út burkolatát is felújítják Újfehértón. Első fokon egy év börtönre ítélte a Nyíregyházi Járásbíróság Gödény Györgyöt, a nyíregyházi vírusszkeptikus gyógyszerészt rémhír terjesztés büntette miatt. Az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztette a bíróság. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlottnak és védőjének lehetősége van arra, hogy tárgyalás tartását kérje az ügyben. A vádirat lényege szerint a férfi 2020. november végén a saját internetes honlapján a Választás Szabadsága címmel egy írást tett közzé. Ebben a kormányzatnak a járványellenes védekezési intézkedéseit mesterséges hisztériakeltésnek nevezte, víruspropagandának titulálta, azt mondta, hogy a idősek számára kialakított vásárlási idősáv az felesleges, a maszkokkal kapcsolatban, amelyeknek a viselése akkor már kötelező volt, pedig azt mondta, hogy egyenesen károsak az egészségre. Ekkor Magyarországon november 5-e óta már rendkívüli jogrend volt, a kormány kihirdette a vészhelyzetet, és ezen időszak alatt követte el a vádlott ezt a bűncselekményt. A vádlott
írása megjelent a hozzá kapcsolható egyéb internetes felületeken is. Azt sokan olvasták, kommenteket fűztek hozzá és meg is osztották, így azt mondhatjuk, hogy nagy nyilvánosság előtt követte el a bűncselekményt. A vádlott magatartása arra irányult, hogy a kormányzatnak a védekezés érdekében tett intézkedésébe vetett bizalmat, a lakosság bizalmát megingassa, és lényegében ezáltal akadályozza a védekezés eredményességét. Ezért a bűncselekményért a törvény szerint 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyészség azt indítványozta a vádiratban, hogy felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a vádottat a bíróság, ami most 2 hónap elteltével meg is történt. A bíróság 1 év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, melynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette. Ez a döntés nem jogerős. Az ügyészség elfogadja, egyetért vele, nem kéri tárgyalás tartását, ugyanakkor a vádlottnak és a védőjének lehetősége van arra, hogy tárgyalás tartását kérje az ügyben. Ekkor a bíróság tárgyalást fog tűzni, kötelezően, ahol meghallgatja a vádlottat, tanukat idéznek be, meghallgatják őket, ismertetik az okirati bizonyítékokat, szükség esetén szakértőket is meghallgatnak. A jövő elkezdődött Ipar 4.0 test közelből címmel rendeztek előadás sorozatot a Szabolcs-Szatmár Beregi kis- és középvállalkozások számára Nyíregyházán. A rendezvény sorozatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások programja, valamint a megyei kamara közösen szervezte. Céljuk az volt, hogy bemutassák a digitalizáció előnyeit. VR szemüveg is várta a résztvevőket a kamara rendezvényén. A digitalizációnak azonban nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is számtalan előnye van. Csökkenő költségek, növekvő profit és versenyelőny. A szektor informatizálásának növelésére, az e-gazdaság előmozdítására jött létre a Modern Vállalkozások programja, melynek keretében a KKV-k képviselőinek nyújtanak ingyenes szakértői segítséget cégük fejlesztéséhez. A Szabolcs-Szatmár Beregi vállalkozásoknak a megyei iparkamarában tartottak ma előadássorozatot. Itt többek között az is elhangzott, minden szektort érint a mesterséges intelligencia fejlődése. Azt mindenképpen aláhúznám, kiemelném, hogy az adatalapú gazdaságra való áttérés az nagyon érződik, tehát egy cég esetében, ha van saját adata, akkor az nagyon-nagyon hasznos, ha nincs saját adata, akkor is megnézhet hasonló jellegű cégek adatai, publikusan hozzáférhető adatokat. Egy idő után reményeink szerint ugye már nemzeti adatvagyon hozzáférés is jobban biztosítva lesz, tehát nemes egyszerűséggel egy tervezési esetben inkább az adatokra támaszkodhat, hogy hol nyisson egy új boltot. Most nagyon egyszerű dolgot, milyen terméket vásároljon, mennyit vásároljon be, hol adja el, ki legyen a célközönség, dátumok, hogy igazodjon. Tehát mindenképpen hasznosnak tűnik, hogyha az adatelemzést ilyen értelemben bevezeti a napi rutinba a cég. A program keretében közérthető informatikai ismereteket kapnak a cégek. Emellett szakértői segítséggel, pályázati tanácsadással, szakmai rendezvényekkel is várják a KKV-k képviselőit. A programban résztvevők minősítést is kaphatnak. Igen, mi ezt 2020-ban csináltuk meg, a Ipar 4.0-át. Akkor ez is minősítést kaptunk. Többnyire ez inkább egy ilyen vállalatirányítási rendszerhez tudnám hasonlítani, amely sokban segítette vállalkozásunkat, a céget ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk működni, és most szeretnénk az aranyminősítést is megcsinálni. Volt olyan résztvevő, aki nem a vállalkozói szektorból, hanem közintézményből érkezett. Nemrégiben volt egy rendezvényünk, amely során készítettünk egy mobil applikációt a múzeumnak, és szeretnénk fejleszteni ezeket a készségeinket. Szakemberek szerint a járványhelyzet is hozzájárult ahhoz, hogy a cégek jobban érdeklődnek a digitalizáció iránt. A Modern Vállalkozások programjában jelenleg 21 ezer cég vesz részt országszerte. A kezdeményezéssel eddig közel 60 milliárd forint értékű infokommunikációs támogatáshoz segítették a KKV-kat. A megyéből elszármazottak találkozóját tartották a hétvégén Nagykállóban. A rendezvény része a megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár Beregben címmel indított program sorozatának, amelynek célja a megye kulturális értékeinek bemutatása, az identitás tudat erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. A legfiatalabb hagyományőrzők műsorával indult a Nagykálló harangodi értéktalálkozó. A kicsik első fellépése volt ez a mostani.
Az egykori Szabolcsi megyeszékhely ma a délnyírség nagymúltú járási központja. Szellemi és kulturális értékekben, hagyományokban igen gazdag település. A világhírű Kálai kettős otthonában napjainkban is nagy hagyománya van a néptáncnak. Tavaly újra kezdtük a Kálai kettőst helyi oktatókkal, saját táncteremmel, úgyhogy bízom benne, hogy sikeres lesz, és eljutunk odáig, hogy méltó híres vagy régi nagy nevéhez, úgyhogy bízom benne, hogy eljutunk oda, és egy remek keretet ad ez a program ennek, hogy ma itt felléphet a gyerekek. Egyébként is terveink között szerepel az, hogy a régi néptáncfesztivált ugye felélesztjük. A megnyitón elhangzott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a területfejlesztési operatív programból nyert forrást a helyi értékek színvonalas bemutatására, erősítve ezzel a helyi identitástudatot, a helyi közösségeket. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, fontos, hogy az infrastruktúrális fejlesztések összhangban legyenek a közösségek erősítését célzó programokkal. Harangod egy csodálatos természeti környezet, jó lenne, hogyha minél többen felfedeznék, és igyekszünk is megtenni mindent azért, hogy ez így is legyen. Ugye a tó nem sokára, remélhetőleg a rehabilitációja után újra megtelik vízzel. Egy olyan kerékpáros élményparkot tervezünk itt ugyancsak Toposforrásból, amely miatt érdemes lesz innen megye távolabbi pontjairól, de Nyíregyházáról is ellátogatni ebbe a csodálatos természeti környezetbe. A megnyitón Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a hagyományok ápolásában Nagykáló kiváló példát mutat a következő generációknak. Fontosnak tartjuk a hagyomány ápolását már csak olyan tekintetben is, mert hogy Nagykálóban most az egyik legfontosabb, mondhatnám, hogy a legfontosabb projekt az a Kálai Kettős Rendezvényház megvalósítása, és ezt a nevet tudatosan adtuk a rendezvényháznak. Ezzel szerettük volna, hogyha tudatosul mindannyiunkban az, hogy a Kállai kettős az pótolhatatlan érték a térségben és itt Nagykállóban is, és szerettünk volna emléket állítani a Kállai kettős motívumainak ezzel a névadással is. Nagykáló 1971 óta két évente adott otthont a Kálai Kettős Néptáncfesztiválnak. A település másik országos hírű hagyományőrző rendezvénye a Harangodi Téka népművészeti tábor, amely több mint 30 éves múltra tekint vissza. Vádat emelt a megyei főügyészség az ellen az encsencsi közfoglalkoztatott ellen, aki idén áprilisban késsel támadt főnökére. Azért alakult ki vita köztük, mert a férfi egy nap szabadságot akart kérni, de nem kapott. Főnöke arról tájékoztatta, hogy az nem jár neki. A vita hevében került elő a kés. Az emberölést a vádlott munkatársai akadályozták meg. Az ügyben most emelt vádat a főügyészség. A középkorú férfi az encsencsi önkormányzatnál dolgozott közmunkásként. 2021 áprilisában szabadságot kért, egy napra szeretett volna elmenni, hogy gajfát vigyen haza az erdőről, azonban a főnöke közölte vele, hogy neki nem jár szabadság. Ezen már vitatkoztak. Másnap megjelent a munkahelyén a vádlott, felvette a munkát, 9 óra körül kiment a területre a főnöke is, és újra elkezdődött ez a vita közöttük, hogy jár-e a szabadság vagy sem. A vita hevében a vádlott elővette a zsebéből az 5,5 cm pengehosszúságú kését, és azzal támadólag lépett fel, megindult a főnöke irányába, és közben azt kiabálta, hogy megöllek, megöllek. A munkatársai lefogták a vádlottat, a főnöke pedig beült a gépkocsijába, és értesítette a rendőrséget. A férfit a nyomozás során őrizetbe vették, és le is kellett tartóztatni, ugyanis kihallgatása során is azt hangoztatta, hogy amennyiben szabadlábra kerül, meg fogja ölni a főnökét. Ez a véleménye, ez a hozzáállása a dolgokhoz megváltozott augusztusra, és beismerő vallomást tett, és közölte, hogy megbánta, amit tett, és bocsánatot szeretne kérni a főnökétől, ezért az ügyészség megszüntette a letartóztatását. Most történt meg a vádemelés a tegnap, emberölés előkészületének büntettével vádolja őt az ügyészség. Ezért a bűncselekményért a törvény szerint 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az egyébként büntetlen előéletű, beteges és megbánó magatartást tanúsító férfival szemben az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.
Debrecenben kezdi bajnoki szereplését szerdán a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 5 év szünet után térnek vissza az A csoportba. A cél a biztos bennmaradás kiharcolása. Július elején kezdte el a felkészülést a nyíregyházi együttes, amelyhez 2 magyar játékos, Anda Dávid és Kozák Bertalan, valamint 4 külföldi kosaras érkezett. A szakmai munkát a Székesfehérvárról hazatérő Pető Ákos irányítja Boris Majkovics segítségével. A kék cápák 2 felkészülési meccset játszottak a Jászberénnyel, majd részt vettek egy oroszlányi tornán, aztán a hazai rendezésű Sitko Ernő emléktornán léptek pályára. Az elmúlt héten a budapesti Honvéd otthonában tartotta a főpróbát a Nyíregyháza. A vezetőedző szerint bizakodva várhatják a bajnoki rajtot. Nagyjából elégedett vagyok, még nyilván a szezonban is el kell tenni a pár mesnek, hogy helyre kell jönnek a dolgok. Sajnos ez egy kicsikét bekavart, igaz, hogy a légióssal kapcsolatban volt egy kis késés. Szetledi szeptember elején tudott hozzánk csak csatlakozni, tehát az ő beépítésével vagyunk úgymond egy kicsikét elcsúszva, de úgy érzem, hogy ezt menedzselni tudjuk majd. Úgy érzem, hogy a támadásunkkal, átmeneti játékokkal rendben vagyunk, meg rendben leszünk. Nyilván itt az apróságokat kell még a különböző védekezési fajták ellen majd tisztázni. Védekezésben kell még feltétlenül javulnunk, de apránként lépegetünk előre ott is. Újonc csapatként a biztos bennmaradás kiharcolása minimális célkitűzés, aztán az erőviszonyok kirajzolódása után esetleg módosítani lehet az elvárásokon. Nyilván nem a legkönnyebb kezdés, azért Debrecen talán, ha nem is bajnok esélyes, de biztos ott lesz a végelszámolásnál, egy top 3-as, top 4-es csapat, komoly költségvetéssel, komoly magyar maggal és 5 külföldivel. Ettől függetlenül úgy kell kimennünk az első mérkőzésre, hogy megmutassuk, hogy itt van a helyünk ebben a ligában. Megérdemelten jutottunk fel, de óriási lépés az első osztály. Első körben ugye ebben maradást tűztük ki célul, én ezt most is tartom, de látva a mezőnyt és látva azokat a csapatokat, akik hasonló cipőben járnak, én azt gondolom, hogy ha jól alakul és elkerülnek minket a sérülések, akkor egy kicsit merészebb álmaink is lehetnek. A Deasztungsram Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. A forduló további párosítása a következő: Szombathely Pécs, Atomerőmű Ese Albafehérvár, Kecskemét Kaposvár, Szolnok Szeged és Sopron Oroszlány. Szerdán játsszák még a 14. fordulóból előrehozott Zalaegerszeg Körmend mérkőzést is. Idén már 10. alkalommal rendezik meg azt a labdarúgó mérkőzést, amelyen Magyarország öreg fiú válogatottja, görög katolikus pap és kispap válogatottja, valamint a Magyar Jogász Egylet Paragrafus Kupa együttese lép pályára. Az eseményt minden évben máshol tartják, a mostani csütörtöki meccsnek fehér gyarmat ad otthont. Az öreg fiú csapatában olyan többszörös válogatott játékosok rúgnak majd labdába, mint Dombi Tibor, Mészői Géza, Petri Zsolt vagy Tököli Attila. Nagyon fontosnak tartom a magyar labdarúgás vadvilágában, hogy a szeretet az intelligencia jegyében megmutatják a papok, a jogásztársadalomban lévők, hogy hogyan lehet intelligensen, szeretetteljesen, egymás testi épségének veszélyeztetése nélkül a labdarúgás csodálatos világát előadni. Ezen labdarúgó tornát sehol máshol az országban megrendezni nem lehet, hiszen a Paragrafus Kupa egyedülálló tornája is csak itt van, és Magyarország egyetlen egy görögkatolikus papnevelő intézete hazánkban csak Nyíregyházán található, és köszönettel tartozunk minden rendezőnek, az egész jogász társadalomnak és egyházunk vezetőinek. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét néhány mondatban. Míg az esős őszi időszak előtt szeretnék bővíteni a csapadékvíz elvezető rendszert Újfehértón. 3 pályázaton több területen is épül a hálózat a városban, még ősszel átadják az új honvédelmi sportközpontot is Újfehértón. Annak érdekében, hogy a fiatalok biztonságosan tudják megközelíteni a létesítményt, kerékpárutat is építenek. Novemberben elkezdődhet a modern futballpálya építése is Újfehértón. A jövő elkezdődött, Ipar 4.0 test közelből címmel rendeztek előadás sorozatot a szabolcs-szatmár-beregi kis- és középvállalkozások számára Nyíregyházán. A rendezvény sorozatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások programja, valamint a megyei kamara közösen szervezte. Céljuk az volt, hogy bemutassák a digitalizáció előnyeit.
A megyéből elszármazottak találkozóját tartották a hétvégén Nagykállóban. A rendezvény része a megyei önkormányzat itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben címmel indított program sorozatának, amelynek célja a megye kulturális értékeinek bemutatása, az identitástudat erősítése és a helyi közösségek fejlesztése. Szeptember 21-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, és szerda este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Kedd este nagyrészt derült lesz az ég felettünk, hajnalra viszont helyenként előfordulhat kisebb eső. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, általában 8 és 10 fok közé hűl le a levegő. Szerdán gomoly felhők képződnek, amelyekből a délelőtti órákban egy-egy futó zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között valószínű. A hét további részében marad az őszies idő, erőteljesebb felmelegedésre a hétvégén lehet számítani.